Szeretettel köszöntöm a tévénézőket. Nagyon bosszantó az, amikor van egy eszközünk, amit szeretnénk használni. Összeállítjuk, bekapcsoljuk, és úgy tűnik minden a helyén van, és mégsem működik. Amikor van például egy zseblámpánk, a lámpában az égő rendben van, a csatlakozások rendben vannak, elem is van benne, frissen, bekapcsoljuk, és mégsem működik. Nagyon sokszor nem találjuk a hibát, aztán bizonyára többen átéltük már ezt a bosszantó helyzetet, végül is megnézzük közelebbről, és megfordítjuk az elemeket, és kiderül, hogy csak egy probléma volt, az elem fordítva volt beletéve. Ugye az egyenáramnak van egy ilyen tulajdonság, hogy nem mindegy, hogy melyik pólushoz kötjük. Fordítva volt bekötve, ezért nem működött. Nos, hát szoktuk ezt emberekre is mondani a hétköznapi beszédünkben, fordítva vagy bekötve. Sőt, ha a Biblia üzenetét egy kicsit átfogalmazzuk maira, akkor Jézus folyamatosan arról beszél, arról tanít bennünket, hogy hogyan vagyunk jól bekötve az Isten gondolatai szerint, az Isten akarata szerint, az Isten terve szerint, hogy milyen az, amikor mi jól vagyunk bekötve, és folyamatosan arra figyelmeztet bennünket, hogy az életünk problémája az, hogy fordítva vagyunk bekötve, és hogy meg kellene fordítanunk az elemet, meg kellene fordítanunk a gondolkodásmódunkat. Amikor a Biblia megtérésről beszél, akkor tulajdonképpen egy ilyen szót használ, egy 180 fokos fordulat. Vagy egy másik szóval a gondolkodásmód megváltozása. Fordítva vagyunk bekötve. Hát igen, nagyon sok ember él állandó stresszben, békétlenségben, állandó önsajnálatban, panaszkodásban, vagy esetleg állandó haraggal mások felé. Ezek olyan tünetek, amik arra utalnak, hogy fordítva vagyunk bekötve, mert egy zseblámpa akkor működik jól, hogyha bekapcsolom és világít. Az ember élete akkor működik jól, ha alapvetően békessége van. Persze van a jól bekötött embernek, a hívő embernek is szomorúsága, vannak csalódásaink, haragszunk is olykor, de alapvetően, ha békességünk van, akkor van jól bekötve az életünk. Mit jelent ez konkrétan, hogy fordítva vagyunk bekötve? Hát azt, hogy Isten elmondja, hogy mi az élet rendje, és mi pont az ellenkezőjét éljük meg az életünkben. Isten elmondja azt, hogy 6 napon át dolgozzunk, és a nyugalom napját szenteljük meg, töltsük vele, és pihenjünk. És mi esetleg 6 napon át nem dolgozunk, vagy esetleg mások 7 napon át dolgoznak, és nem tudnak megállni a nyugalom napján se, nem tudnak vele tölteni időt. Fordítva vagyunk bekötve. Vagy azt mondja, tiszteljük a szüleinket, tiszteljük a tekintélyt, mert fontos, hogy ebben a világban rend legyen, ahhoz, hogy a társadalmunk biztonságos legyen. És mi állandóan lázadunk a tekintély ellen. Magyar kultúrában sík is azt mondani, hogy a szabályok azért vannak, hogy megszegjék őket. Hogyha valaki a hatalom szavával szólal meg, akkor mindjárt mi elkezdünk kuruckodni és lázadni, független attól, hogy igazat mond-e vagy nem. Fordítva vagyunk bekötve. Vagy azt mondja Isten, hogy legyünk hűségesek a házastársunkhoz. És hát nézzünk körül a mai világban, hogy sokan már házasságot sem kötnek. És hol van a hűség? Vagy ne beszéljünk a fele barátunk ellen. Mennyit beszélünk egymás háta mögött olyat, ami a másik hírnevét, a másik megítélését rombolja? Mennyit rombolunk a beszédünkkel? Fordítva vagyunk bekötve. Vagy ne vegyük el a másét. Vagy ne kívánjuk a másét, mennyit irigykedünk egymásra. És hát ott van a legelső, ezeknek az isteni parancsolatoknak az elején, ami a lényeget fogalmazza meg. Isten azt mondta az embernek, ne legyen más istened rajtam kívül, vagyis én legyek a legfontosabb, én legyek az életedben, középen, körülöttem forogjon az életed. És ehelyett mi úgy élünk, mintha mi lennénk a világ közepe. Úgy élünk, mint Kopernikusz előtt élt az emberiség, amikor azt gondolták, hogy a nap kering a Föld körül. És Kopernikusz újra felfedezte és elmondta a korabeli embereknek, hogy fordítva van, a Föld kering a nap körül. Most nekünk is ilyen fordulatra volna szükségünk, hogy lássuk meg, nem körülöttünk forog a világ, hanem nekünk kellene az Isten körül keringeni, és ráfigyelni, és neki engedelmeskedni. Amikor az ember életében ez a fordulat megtörténik, beismeri, hogy eddig rosszul láttam, bocsánatot kér és újat kezd az Istennel, na ezt hívja a Biblia megtérésnek.
És ez olyan, mint amikor a lámpában megfordítjuk a rosszul bekötött elemet, bekapcsoljuk, és egyszerre világítani kezd. Egyszerre rendeltetésszerűen kezd működni. Így kezd rendeltetésszerűen működni az élet, amikor mi oda tudunk fordulni Istenhez, és az ő rendjében kezdünk el élni. Nos, erre hív Jézus a mai napon is.